Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon! Ahogy látjátok, itthon vagyok, nemrég értem haza a munkába, ugye szokás szerint épp, hogy csak megebédeltem, megzanyoztam, itt van velem a Davis, aki nemrég ébredt fel, ilyen délutáni alvása volt. Mi ez egy nyuszi? Mi? Hogy aludtál? Látod? Látod, milyen a szemem még? Ki az? Nincs ott senki. Karácsonyfa, látod, még mindig megvan a karácsonyfánk. Feleségem ott van benne hátul, a Lukasz bent van a szobájában, valamit játszik a számítógépen. És még mielőtt elkezdjük a mai videót, mutatni akarok nektek valamit, bár a címből már biztos láttátok, ugyanis nem más vásároltam tegnap, mint mutatom. Az új GoPro 5-öset, ezt a fekete kiadást, bár én azt mondom, hogy csak egy év kiadás van belőle ez a fekete kiadás, amit rettentő régóta meg szerettem volna már vásárolni, ugye, hogyha megyünk le a tengerpartra, vagy vizes helyre, meg több helyre, ugye ezt el tudom magammal vinni, és belerakhatom a vízbe mindenhova, tudok vele több helyen filmezni. A mai videót ezzel a GoPro-val fogom filmezni, meg tudom nézni a minőségét, meg kíváncsi vagyok, hogy ti mit szóltok hozzá. Itt-ott ugye fogom használni, hogyha lemegyünk a tengerpartra, meg olyan helyekre ugye, ahol ezzel tudok csak filmezni. Úgyhogy most fogom a GoPro-t, bár ezt megmutatom nektek, ez abból jó ez az új fajta, nem tudom, hogy ismeritek-e vagy nem, hogy nincsen hozzá ház, tehát egy ilyen mutatom, frame van hozzá, már ide lerakom addig ezt a kamerát. Ugye a mai videó nem a GoPro-ról fog szólni, tehát hogyha azt szeretnéd tudni, hogy mit tud a GoPro, meg mit nem tud, ez a videó nem arról fog szólni, ez a videó rendes vlog videó lesz, csak ezzel fogom filmezni. Tehát, hogyha a videó minőségére vagy kíváncsi, akkor a vlogot meg tudod nézni, és olyan felvételt készít. Ugyanis ezt nem a vásároltam, még hogy csak feltöltöttem az akkumulátort, de még én sem láttam, hogy milyen videót készít. Remélem, hogy nagyon jót. Na, mutatom, látod, ez a GoPro. A régi GoPro-t bele kellett rakni egy ilyen házba. Ezt csak ebbe rakod bele. Ezt a GoPro-t simán beledobhatod a vízbe, ahova akarod, ugye, mert vízálló. Van egy ilyen képernyő a hátán, ugye ez az LCD ilyen tácsos, van egy gomb itt a tetején, az oldalán, és majd lehet, hogy később csinálok egy ilyen videót róla, hogy mit tudnak, hogyan működik, de mai videó nem arról fog szólni, hanem arról, hogy milyen a videó minősége. Nem 4K-ba fogom filmezni. Ja, nem 4K-ba, itt a Davis. Azt kérdezni, miért nem? Majd abba is fogok, de most csak sima 1080-ba. Mit? Oda. Ja, ide, ebben látod, ide bele kell rakni. És amúgy ezzel az állványjal nem jött a GoPro, ez a régi állványom. Ja, látod, így lekattintod. Apá! És működik! Úgyhogy, most átváltunk erre a kamerára, és folytatjuk tovább. Átváltottam a GoPro-ra, amúgy van rajta több beállítás, ugye? Ezzel azt mondom, hogy több mindent látok. De hát itt láttok most mellettem, hogy mi van. Azt hiszem, hogy kiteszem a kezemet, ugye több mindent lehet látni, mint ezzel a másik kamerával. És nem tudom, hogy ez jobb-e, vagy nem jobb, vagy ti mit gondoltok róla. Davis, mit gondolsz róla? Tetszik? Ja, ez a kamerával az a baj, hogy most nem látom magamat. Ugye a másik kamerán kihajtom így az LCD-re magam elé, és látom, hogy mit veszek, meg mi van a háttérben. Ez el meg nem. Jó. Gyere ide, nyuszi! Amúgy remélem, hogy... Remélem, hogy mindenkinek jól telt a karácsonya. Remélem, sok jó mindent kaptatok, meg sok felé mentetek. És ugye ma még mi van? Ma nálunk péntek van, ugye, mert ma filmezem a szombati videót, de előre is mindenkinek boldog új évet, ja, boldog új évet szeretnék kívánni. Remélem, hogy jól fog telni majd az új évetek, a szilveszteretek. Amit akartam kérdezni, hogy ti mit csináltok szilveszterkor? Mentek valahova, vagy otthon lesztek? Mi nem megyünk sehova, kivéve a szüleimhez holnap a munka után, mert holnap még dolgozok, átmegyek a szüleimhez, vagy átmegyek a szüleimhez. Aztán utána hazajövünk, hogy a Davis az majd elmegy aludni. Ugye szokás szerint a Davisnek mindegy, hogy szilveszter van, karácsony van, ő akkor is ugyanúgy megy aludni, mert ugye nem tudja. Ja, mi történik? Mi? Valami megint jó film megy a tévébe, vagy mese. Úgyhogy, ha gondoljátok ide a videó alá, írjátok meg, hogy ti mit csináltok. Ja, ott lehet látni. Mit csináltok szilveszterkor? Amúgy mi, ja, új évkor nem más fogunk csinálni Lukasszal, mint a valami ötnek egy újabb részét fogjuk filmezni. Ugyanis a jövő héten meg fogom veletek osztani, hogy mikor jön egész pontosan a valami ötnek az legelső része. Ugyanis, hogy ígértem nektek, január elejétől, január közepétől fogjuk kezdeni nem filmezni, hanem megosztani veletek, ugyanis filmezni már elkezdtük, négy rész már kész van. Hogy egész pontosan mikor, azt jövő héten elárulom. Ja, jövő héten megmondjuk nekik, hogy pontosan mikor jön ki az legelső rész, rendben van? Mit mondasz? Na gyere ide, nyuszi. Opa! Aztán, amúgy már nem más fogunk csinálni, mint el fogok menni az öcsémhez. Ja, bemegyünk szörfözbe, ott fogunk majd sétálni, ugye ma péntek van. Lukasz elmegy a szüleimhez. És az idő, mutatom nektek. Csinálok egy ilyen gyors cinci felvételt. Láttad, ilyen szép az idő, szépen süt a nap.
alig van egy-két felhő az égen. Mostanában erre rámászik, és majdnem, hogy bele tud már ide menni. Egyszer-kétszer belerakjuk, mert mindig bele akar ide menni, és azt a lámpát ott kapcsolgatja, meg minden látod ott az a lámpa fönt. Hol? Ott! És, ja, de lámpát nem kapcsolgatjuk, már mondtam. Aztán a héten ugye megosztottam a filmet, és tényleg mindenkinek meg szeretném köszönni a sok pozitív ugye hozzászólást, kommentet. Hoppá! Mi csináltál, Nyuszi, elborul ez a hangszóró. Mindenkinek tényleg meg szeretném köszönni a sok pozitív hozzászólást, ugye a sok lájkot, a szeretést a videóhoz. Ahogy eddig láttam, ugye a legtöbb, 95%-ban tetszett mindenkinek a film. Én ennek rettentően örültem. Na ne taposd a kamerát, a Lucas is ugye, és egy-két ember ugye volt, de mindig lesz olyan ugye, akinek annyira nem tetszett a film. Ja. Aztán nagyon sokan ugye mondták, hogy nem ugrottál bele a vízbe ugye oda le. Oda nem ugrottam bele, ugye mondtam, hogy miért nem ugrottam bele, ugye többször mondtam. Ja, mert ha beleugrottam volna, akkor nagyon megütöttem volna magamat. Az autós üldözése volt ugye igaz, ugye nem jöttek utánunk a rendőrök, meg ugye egy pár dolog, de a legtöbb ilyen rosszabb komment ugye inkább erre volt, erre az ugrás, hogy de nem ugrottál bele, letett látni, az nem te vagy, beledobtál egy labdát, beledobtál egy nem tudom micsodát, az én voltam, de nem ugrottam bele, hanem zöld háttéren volt filmezve, csak úgy beleraktam, hogy mégis valami repüljem, de ahogy mondtam, nem ugrottam bele, nem is fogok beleugrani, de szerintem senkire ne próbálkozzon ugye meg vele, mert ha beleugrasz, nagyon ugye megütnéd magad. De a legtöbben írtátok, hogy jól sikerült a film, úgyhogy ennek tényleg nagyon-nagyon-nagyon örültünk ugye a Lucas-szel, és még egyszer mindenkinek meg szeretném köszönni ugye a sok jó pozitív hozzászólást. Most pedig nem más csinálok, mint bemegyek, megnézem a Lucas mit csinál, ugyanis nem sokára mi indulunk. Na mi helyzet? Mit csinálsz? Semmi. Mit csinálsz? Készen vagy? Nem sokára indulunk, egy ilyen 20 perc, rendben van? Jó van. Megnézem, mit csinál a feleségem is. Ami most ott mérjük ez a kamera? Mert ez a kamerával, hogyha nem pakolsz le a szobába, így most is mindent lehet látni. Oda néz, látod? Nem pakoltál le megint. Ja, nem. A másik kamerával ugye az a ki tudom takarni a dolgokat, amiket nem akarok ugye megmutatni, hogyha véletlenül Lucas nem pakolt össze, hogy úgy néz ki a lakás, hogy nincsen elpakolva, mint például ott a konyhában. Egy pár üveg ugye ott van. A másik kamerával ugye ki tudom takarni. Ezzel nem nagyon, ha csak nem állítok rajta. Na minden. Úgyhogy, most azt mondom, iszok egyet, aztán lassan elkészülünk, és indulunk! Na mi a helyzet? Elkészültünk, Lucas hozza a számítógépét, várunk a liftre, képzeld el, ez a lift nem működik, most már mióta? Most már lassan egy hete, ugye nem csinálták meg, csak ez működik. Én nem tudom, hogy miért, vagy mit csinálnak, lehet, hogy az ünnepek miatt. Amúgy otthon vagyunk, a mozdába. Butáskodunk? Dehogy butáskodunk. Utoljára kivisszük még ebbe az évbe. Na megvan, nézd, itt van az autó. Na, kitakarjuk, hogy mit csinálunk? Addig lerakom a kamerát, hogy megfogod. Na, mi a helyzet? Aztán kicsit sötét van itt be. Na, indítjuk az autót. Aztán lemesszük a tetőt. Ugyanis meleg van, egész nap meleg volt, nem Lucas? Én bent dolgoztam, de olyan 30, nem tudom, 32 fok biztos, hogy volt. Megvan. Úgyhogy, indulhatunk. Kicsit fúj a szél, nem is kicsit, igen fúj a szél, de amúgy jó idő van, látod? Amúgy a felesége meg a Davis elmentek ide a közeli parkba, legalábbis itt sétálnak valahol, lehet, hogy még találkozunk is velük. Szerintem olyan messze nem érettek el, mint talán ide a kapu. Mit felejtettünk el elhozni? Mit? A sapkánkat, elhoztam a szemegemet, hogy az mindig rajtam van átlábad, a sapkát én meg nem el... is, én nem Ja, te a szemedet is elfelejtette. Innen, te úgyis csak a szüleimhez, ez a mamához. De te? Én nem. Azt hiszem, meg kell, tiszta poros az autó, meg kell megint majd mosni, ha lesz rá idő. Te! Közben megérkezünk lassan a szüleimhez. Csak azt nem tudom, hol állunk meg, ugyanis ugye a szüleim itt laknak közelebb a parthoz, mint mi, és rettentő sok autó van erre felé. Itt megállnak, főleg itt délután környékén, ugye mennek le a part, mert ott nincs hely. És autóval itt megállni, bár oda néz, te, még a végén itt szerencsénk lesz. Látod? Átlába a hétvégén, meg ilyen pénteken, főleg így a ünnepek között alig lehet megállni. Látod, errefelé már tele van autóval. Legtöbb helyen nem lehet megállni, mert fel van festve a sárga vonal. Na várj, itt befordulunk. Beengedtek minket. Nyomjuk azt a gombot gyorsan. Megvan mindenünk? Nem tudom, de úgy érzem, hogy valamit elfelejtettünk, komolyan mondom. Ez megértem. B1-en van. B? Ja, elhoztam mindent. Mi?
hoztam a parkolóról. Most hogy fogunk megállni? Legalábbis te sehogy se, csak én. Nem, hogy kérek annyi kaptál egy dollárt vagy kettőt, és ugye be kell dobni a parkolóba. Na várj, melyik kell menjünk. Megjöttünk a kettőt. Holnap meg mit csinálunk? Mi? Bulizunk! Holnap szilveszter! Csors, hogyan bulizunk? Hogyan bulizunk? Megyünk itt egy órának, megyünk haza és ja, csak... Ja, itt is leszünk, otthon is leszünk. Amit csak... Amit kéne, várj, tudod, hogy lehet, hogy élőadást kellene volna csinálni, de otthon leszünk. Nem? Én nem kapcsol ki, csak lekapcsolta az LCD-t hátul. Látod? Itt. Na várj. Úgyhogy lehet, hogy élőadást kellene csinálni volna. Na minden, ma meglátjuk. Attól függ, mennyire leszünk részegek. Megjöttünk majdnem szörfözve. Ez az öcsém film, ez teszteljük a hangminőségét a Mazdában, legalábbis hogy mennyire zajos a szél, vagyis a Mazdában ugye bejön a szél. Most te mit csinálsz? Hát belemegy a nap. Belemegy a nap, nem baj. Amúgy itt vagyunk, előre mutat, itt vagy a mellettünk a metró, nem a metró, miket mondok? Villamos! És majd itt valóban meg fogunk állni a partóban valószínű, és tehát kiengedjük ezt az autót. Kiengedjük, de csak azért, mert Mazda. Aztán mindjárt megállunk és megyünk befelé majd. Na gyere! Na, kienged. De most miért az én fejemet veszed? Hát, szóval szerintem már látták a fejemet elég sokszor. Van egy pár turista. Látod, ott jönnek szembe. Hol? Jó, se ott, bal oldal, nem látod? Hát olyan picik. Hát picik? Nagyon tesz a kamera. Aztán azoknak ott melegük van, ezért meg viszik a szörveszkát itt bal oldalt, látod? Azoknak meg ott melegük van. Miért állt meg? Nem állt meg, hát elment az LCD lekapcsolt, de nem állt meg. Ugyanúgy vesz tovább, úgyhogy is azt kérdeztem, miért állt meg. Sem, meg kell nyomni. Az LCD, ugye hátulján van egy LCD, hogy lehet látni, hogy mit veszel, csak kikapcsol egy idő után, hogyha nem tapogatod. De nem kell tapogatni, mert miért kéne. Mert nem tudom, hogy látod-e, de látod, egy kicsit poros az ablaküveg, ugye meg kell most a Mazdát hozni. Ebben az évben már nem is, de jövő évet szerintem azzal fogjuk kezdeni, megmossuk a Mazdát. Hogy ott a kilövő jobb oldalt, talaj ott repültem, a filmben, a kilövőben, látod? Ha. Ott van szembe a... Most megy meg ide? Hát nem látom. Nem látom, mindjárt elég. Mit akartam mondani? Ott van szemben, nem tudom, mit akartam mondani. Ott van szemben a park, hogy elfordulunk jobbra. Csak piros a lámpa nekünk. Megint megy a villamos. Na, zölden közben a lámpa, az öcsi nem bírta megállítani a kamerát, nem tudja, melyik gombot kell megnyomni. Ez a kamion miért szempál? Nem látok semmit. De miért? Mert a vak vagy. Vedd le a napszemegedet. A fenét, hát nem látom. A fenét. Leszeljünk, vagy nem leszeljünk? Nem. Remélem, hogy lesz. Most olyan, mintha én vezetném. Ja, olyan, mintha te vezet. Ide beállunk valahol. Nem is tudom, hogy hova álljunk rá, de előre kellene, nem? Nekem aztán olyan. Vagy ide a fa mellé. Lehet, hogy oda kéne. Öcsém kiszállt. Maradjál, várjál, felhúzom a tetőt, nem bír várni. Aj, te! Ami azért tár ki, megnézte az elejét, mert az autó előtt volt valami, aztán megnéztem, meddig mehetek. Várj, az ablakot felejtettük el felhúzni. Nem tudom, ma olyan nap, hogy mindenki megy a fejembe, komolyan mondom. De várjál, felmegy az ablak. Ahogy ott valaki repül. Ott pörög, látod? Olyan picinek a kijelzője, komolyan mondom, alig látok rajta valamit. Vagy lehet, hogy azért rajta van a napszemeg. Na minden, megállítsuk az autót, mert a végén még azt is itt hagyjuk. Aztán elkezdünk gyalogolni, lemegyünk a tengerpart fele. Sétálunk, leteszteljük a képstabilizációt. Ugyanis ebben van képstabilizáció, és kíváncsi vagyok, hogyha sétálunk, akkor mennyire remeg a kép, meg mennyire nem. Amiben tartunk a tengerpart felé. Nézd, mennyi turista. Megnézzük, lemegyünk bemegyünk a vízbe. A vízbe nem, de lehet, hogy megnézzük. Na, megérkeztünk a partot, és meg kell várni a zöldet. Ott a piac. Na, azt hiszem, hogy kezd zöldeni, mert piros várt ott a lámpa. Mindjárt mehetünk. Zöld. Mindenki rohan. Nézd, ott filmeznek, mi is oda kiállunk, aztán lefilmezzük annét a partot. Látod ott a sarokba? Mindenki ott a szemüveg, és annét a szemüvegje? Kamerája, és annét filmezzük. Miket beszélsz? Ja, szeles az idő, eléggé jó szeles az idő, bár még vannak benne a vízben, ott mi az életmente. Na várj, ide bemegyünk hátulra. Mit árulnak? Táskát? Oda. Elég sokan vannak el, oda néz. Nem minden nap jövünk el ide, minden pénteken jövünk el ide. Minden pénteken általában ide szokunk kiállni, és itt lefilmezzük a népet. És oda, hogy most nem tudok ráközelíteni a... Hát látod, nem tudok ráközelíteni a kamerával, nincs vagy zoom. De nagyjából lehet látni. Én azt hiszem a stabilizáció elég jól
működik. Látod? Így megy a kezem mindenhova, de annyira nem remeg a kamera. Szóval csak az a kérdés, hogy a szél mennyire fúj bele. Remélem lehet hallani, amit mondnak, hogyha nem, akkor majd zenét rakok bele valószínűleg. Itt a piac, látod, mögötti eljövünk, ugyanis túl sok ott az ember, és nem tudunk átmászni. Itt jobb oldalt vannak ilyen éttermek, kávézók. Na várjál, itt át kell férni valahogy. És ott át fogunk menni a lámpánál jobb oldalra, majd ott valahol bemegyünk. Van egy ilyen sétáló utca, ahol van több kávézó, meg kisebb-nagyobb boltok. Nézd, itt lehet ugrálni a gyerekeknek, meg a nagyoknak is. Amúgy még itt is sokan vannak a parton, várjál, ide kijövünk egyet. Az életlentők még mindig kint vannak. Nézzük, hát valaki akar feladni. Amúgy múltkor valaki kézzel kiúzott a helikopter, túlment ott a hullámokon, ennél nagyobb hullámok voltak, most olyan nagyok nincsenek, és nem tudott visszajönni a néni. Aztán el kellett menni a helikopternak, felvette ilyen kötéren, aztán ide vissza kioszta a partra. Úgyhogy mi azt hiszem, hogy most megyünk arra felé, tovább felé, és mit iszunk? Én azt hiszem, hogy narancslét iszok meg. Vagy mondani. A te fejed? Hát, én nem tudom. Nekem már van egy olyan érzésem, hogy benne a fejed. Na mindegy. Úgyhogy. Menjünk tovább, csak túl sokan vannak, és megérünk menni. Itt vannak megint a lányok, látod? Na, megint filmeznek minket, ebbe is benne leszünk. Megvárjuk a zöldet, amit elmentek az autók. Mindjárt piros, aztán mehetünk. Ahogy ott van benne a sétáló utca. Nézd, jönnek a motorosok, oda néz. Na, azt hiszem, hogy mi elfordulunk balra és kikerüljük a tömeget. Bemenjünk ide a bevásárlóba, van egy ilyen bevásárló itt mögötte. Így be lehet menni hátul. Ez a hátsó bejárat. Ata, nézd, itt a Pinocchio. $300, 299, te? Itt van ilyen sok ilyen régi dolog, valami nem régi, nem új. Csak úgy néz ki, mintha régi lenne, de nem régi. Na, merre megyünk? Egyenesen, asszal. Ami itt van, sokféle fajta volt. Mit mondasz? Itt is van. Na, mindjárt kérünk a bevásárlóból, csak sokan kérdezik tőlem még mindig, hogy hol lehet venni ilyen bimbuzú kívásos játékot. Ebbe a boltba itt lehet kapni, látod? Itt valahol. Van itt sok csoki, van mindenféle fajta dolog, úgyhogy ha valaki erre jár itt szörfözve, mi nálunk, ebbe a boltba itt lehet. Most mit mondjak? Be lehet kapni a másikba is, mondjuk én nem itt vettem. Jaj, itt a szemleges mellett, a fagy is nem. Mondjuk én nem itt vettem, de itt is lehet kapni, mindig ki volt, lehet, hogy most már nincs, mert megvetik a turisták. Átlában kirakadban volt, de most kirakadban nem láttam sehol se. És ki is értünk, úgyhogy most átmegyünk a túloldalra. Aztán bemegyünk a boltba, veszünk inni valamit, a Coles-ba. Vagy nézd, ott van szem, ki az? Az a Superman? Nem a Superman, ott a biciklin, látod? Ráülsz és visz körbe-körbe. Na, innig jönnek az autók, úgy néz ki, nem mostanában lesz zöld. Nézd, a bácsi szörveszkárból vagy a boltba. Nem is szörve, bodyboarddal megy a boltba, látod? Kicsit leégtek. Mit? Lehet, hogy rosszul kente be magát. Na, amúgy megérkeztünk. Én csak nagyon remélem, hogy lehet hallani a hangot rendesen, meg a kamera nem annyira ugrál, hogy ne lehessen élvezni a felvételt, mert ha igen, akkor egész nap az semmit nem filmeztem. Na mit iszunk? Narancslét vagy narancslét? Én azt hiszem, hogy ilyet iszok. Almalét. Nem? Mi az, hogy nincsen semmi? Ez az almalé. Még sose ittam ilyet, de biztos jó. Gyere, te is válaszol, hogy igyál ilyen, mi ez? Ilyen kiwi van ebben, látod, meg banán, meg mindenféle fajta dolog ebben. 3.50 ilyenkor szar. Az meg 5.30. Visszaérkeztünk, megittuk, úgyhogy látod, megittuk, úgyhogy most megyünk tovább. Aztán hazaviszem az öcsémet, és megnézzük, hogy a kamera a sötétbe hogy tud venni. Várják, nyitjuk az autót. Ugyanis állítólag ez a GoPro sötétben is nagyon jól tud filmezni, már nem korom sötétben, de kevés fénynél, úgyhogy kíváncsi ezek el, meg felveszem most a Lukaszt. És addigra valószínűleg be fog sötétedni, most már látod, kezd lemenni a nap. Ha ne is ment, hogy kezd lassan sötétedni, majd levesszük a tetőt. Ilyenkor a legjobb. Nincsen hideg, nincsen meleg. Mint jönnek a felnők onnét, látod? Még a végén holnap esti fogod esni. Már jó időt mondtak új évre is, úgyhogy majd kiderül. Na, induljunk. Felvettem a Lukaszt, szervus! Te mindig filmezel? Ja, én mindig filmezel, akartam mutatni, hogy milyen a kamera, hogyha sötét van. Mindig? Jönnek a felnők ott szembe, oda néz, eső felnők, még a végén meg fogunk gázni. Remélem, hogy nem. Jelenleg itt állunk a piros lámpánál. Úgy itt elfordulunk jobbra, aztán mindjárt haza is értünk, még körülbelül egy két perc. Na várjál, zöld is lehet, legyünk. Hozzáérkeztünk. Na, egy kis fény van, de már sötét van. Az autók ugye rajta lámpája, hogy látjátok.
nem tudom, itt az LCD-en úgy látom, hogy nem olyan túl rossz a fény. Komolyan mondom, a kamerám jobban látom az utat, mint itt élő szemben. Amúgy itt a belül, meg ilyen a világítás. Itt nincs is világítás, de ilyen a kép. Úgyhogy most hazamegyünk és visszanézem, hogy sikerült. Várj, egy autó szembe leklálni ugye a garázs. Az eső nem eredt meg, szerencsére. Na mi ez egy nyuszi? Mi? Milyen volt a park? Jó volt? Hazaérkeztünk. Úgyhogy ezt a mai videót most lassan befejezzük, csak kinézzünk az ablakon. Sötét van. Látod? Te! Remélem, hogy sikerült minden felvétel amúgy a kamerán, meg rendesen lehetett hallani. Most vissza fogom nézni, megszerkeszteni. Hogyha véletlenül egy pár részre nem sikerült, akkor a zenét fogok valószínűleg betenni. De majd meglátjuk. Hogy még egyszer mindenkinek boldog új évet, bár lehet, hogy most még nem boldog új évet kell kívánni, majd vasárnap kell boldog új évet kívánni, nem? Szilvesztert! Vagy szilvesztert, amit mondanak az emberek? Úgyhogy ezt a mai videót itt most befejezem mindenkinek. További szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, ugye attól függ, hogy mikor néztek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok! Sziasztok! Szia!